A Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is a 19-es ajánlási ponton szereplő módosító javaslatot szeretnék hozzászólni, miután ketten jegyezzük ezt a módosító javaslatot Ercsei Katalin képviselőtársnőmmel, és ilyen értelemben úgy érzem, egyfajta példát is mutatunk talán abban, hogy pártokon fölül, pártokon átívelő kérdések mellett fel tudnak vonulni olyan képviselők, akik számára akármilyen neműek legyenek. Fontos az, hogy egy igazságtalanság billenjen helyre, tehát hogy kerüljenek a dolgok a helyükre. Tehát ő nagyon szépen elmondta ugye a kvótával kapcsolatos érveiben azt az érvet, hogy egyáltalán nem helytálló az érvelés, hogy jelenlegi viszonyok között Magyarország 134. helyezése a világ országai között a nők képviseleti arányában egy realitást tükröző arány. Tehát, hogy ilyen arányban vannak tehetséges, okos, értelmes nők jelen a közéletben. El kell mondanom, hogy én ezt a most javaslatot képviselőként jegyeztem. Ugye én nemzeti jogvédő vagyok, nemzeti jogvédő szolgálat tagja, nem vagyok a párt tagja, és ebből fakadóan ennyi mozgásteret élvezhetek, hogy ezt a javaslatot jegyezhetem. A Jobbik frakció jelen pillanatban még nem támogatja a kvóta megoldását, mint eszközt, azonban alapvetően egyetért azzal a célkitűzéssel, amit a indokolásunk is megfogalmaz, hogy a nők közveti szerepvállalását határozottan támogatni kell, hiszen a döntéshozatalban való részvételük egy olyan ráerősítő, minőségjavító hatással bír, akár az országgyűlés, akár bármilyen döntéshozatal, az ENSZ kutatási eredményekhez kőkeményen megállapítják, a nők képességei, rátermettségeinek fogva képesebbek a kompromisszumok hatékonyabb elérésére, a célok hatékonyabb elérésére, sokkal nagyvolumúbbak tudnak lenni, nem ragadnak le hiúsági kérdéseknél, stb. Ezzel szempontot el lehet mondani. Záró gondolat, Tisza Istvánra mindannyian felnézünk. 1906-ban a nők választójoga kapcsán azt mondta, hogy ez a legnagyobb gyalázat és világvége lesz, hogyha megkapják a választójogot, nem lett az, ebből se lesz az, ha kvótát alkalmazok a nők közveti szerepvállalása érdekében.